Miért kapjanak prémiumot a pécsi önkormányzati cégek vezetői? Ez is napirenden van a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságaiban. Keddi ülésükön is szóba került ez. Nagyon jelentősen átdolgoztuk ezeket a követelményeket, mert azt láttuk az elmúlt években, tehát a korábbi városvezetés időszakában, hogy olyan dolgokért jár prémium, amik az ügyvezetők, vezérigazgatók normál hatáskörébe, feladatkörébe tartoznak. Tehát ezt módosítottuk idén olyan feladatokkal, amik különleges projektek, vagy olyan dolgok, amik nem alapvető elvárások a cégek életében. Különböző feladatokat határoz meg a városvezetés, amelyek elvégzéséért prémium jár az igazgatónak, ha ezeket teljesítik ebben az évben. Az ellenzék szerint azonban nincs szigorúbb megítélésről szó. Semmilyen újdonság nincsen most sem, tehát gyakorlatilag az alaptevékenységen kívüli egyéb célfeladatok eléréséért járnak ezek a prémiumok, mindazonáltal hát vélhetően túlnyomó részt teljesíteni fogják, tehát a nehézségi fok az alapvetően, én azt gondolom, hogy azt fogja jelenteni azért a cégvezetők és ezek a cégek ezeket a prémium feladatokat, ezeket el fogják érni. A politikus azt mondja, az új cégvezetők bérezése is jelentősen nőtt. Ehhez jön a prémium, ami az éves kereset 70-75%-a. Ez 7-10 millió forint egyszeri prémiumot jelent a cégvezetőknek megközelítőleg.